Hogyan tovább Fenyves utca? Ezzel a címmel tartott lakossági fórumot a Fenyves utcai játszótér szomszédságában Kudorné Szanyi Katalin, az 5-ös számú választókörzet önkormányzati képviselője április 15-én. Beszámolt az elmúlt 5 évben végzett munkájáról is, nagy eredménynek tartja, hogy a Pollak Mihály utcai tömbelső felújítása úgy tűnik elkezdődhet. A körzet másik kritikus területe a képviselő szerint a hétfői fórum helyszínéül szolgáló Fenyves utca. A Fenyves utcának az első szakasza, ahol sajnos a 45 éves város minden nyűgét, baját meg lehet találni, hiszen olyan minőségűek lettek már a járdák és az útfelület, hogy nem győzzük javítani, illetve a hátsó részen elszabadultak úgymond az indulatok, a lakók fegyelmezetlensége miatt a parkolás kaotikussá vált. Sürgősen hozzá kell nyúlni, hiszen az utcaképet nagyon zavarja ez a kialakult helyzet. A képviselő szeretne egy több szakaszból álló tervet leadni. Ezen kívül beszélt az eredményeiről is, amelyek közül az egyik volt a falfirkák eltüntetése az épületekről. Illetve a 3 darab ominózus lámpaoszlop elhelyezése, ami szintén 40 éves hagyaték volt számomra. Az építők 57 előtt, a járda közepén ott volt a 3 oszlop. Én ezt sikerként élem meg, hogy nagyon kulturáltan sikerült elhelyezni. Kudorné Szanyi Katalin a fórummal lehetőséget kívánt teremteni arra, hogy a lakók elmondhassák, milyennek szeretnék látni az utcájukat. Mint mondta, szeretne kompromisszumos megoldásra törekedni, hogy mindenki jól érezhesse magát. Kedden, április 16-án hasonló fórumot tartott a képviselő a Pollak Mihály utcai tömbelsőben.